Július 11-től Ukrajnában, miután hatályba lép a megfelelő törvény, tilos lesz az elektromos cigaretta és dohányhevítő eszközök használata a nyilvános helyeken. Közölte Lada Bulach parlamenti képviselő Facebook bejegyzésében. A képviselő kifejtette, a dohányzási járvány leküzdése, valamint a gyermekek és fiatalok dohányzástól való megvédése érdekében a legfelső tanács tavaly decemberben elfogadta a 1978 per 9-es számú dohányzás elleni törvényt. Ennek az első normája idén július 11-én lép életbe, ami megtiltja az elektromos cigaretta és dohányhevítő eszközök használatát bizonyos helyeken a cigarettával és a vízipipával azonos szinten. Nincs biztonságos dohányzás, minden dohányégéses termék káros a környező emberekre, még ha közvetlenül nem is érezzük, mutatott rá. Lada Bula hangsúlyozta, hogy ez a törvényi norma megvédi a munkavállalókat és a nyilvános helyek látogatóit a szennyezett levegőtől. Mint jelezte, elsősorban a vendéglátóegységek, iskolák, kórházak, egyetemek, hivatali és kormányzati épületekről van szó. Hatályba lépnek azok a szabályozások is, amelyek megtiltják az e-cigaretta és a dohányhevítő készülék reklámozását, valamint az ízesített elektromos cigaretta folyadékok árusítását.